Igazi futóidő várta az idei verseny résztvevőit. Terepfutók, triatlonosok, tájékozódási futók, atléták, amatőr futók vállalkoztak a több mint 13 kilométeres, majdnem 500 méter szintkülönbséget tartalmazó táv teljesítésére. Most is a Kemény Ferenc sportcsarnok elől indult a mezőny. A hegyre futást és vissza 56-an vállalták, 15-en pedig az érsekkerti körökre vállalkoztak. Eggerből a lőtér felől kiérve, a repülőtérnél már kialakult az élboly. Szabó Attila és Erdős Péter, a dr. Bátorfi Angria KTK-tól és Judák Endre, az Egri sportiskolása atlétája húzott el a többiektől. Nem sokkal utánuk következett az Egri Triathlon Klub és a TF sportolója Pap Csilla. Lefelé változott a sorrend, Judák előzött, őt Szabó és Erdős követte. A nőknél változatlanul Pap haladt az élen, nem sokkal lemaradva az élbolytól. A győztes Judák ideje 59 perc, 18 másodperc. Lefelé nagyon veszélyes, nagyon kell figyelni a bokára, nekem egyszer ki is fordult, ott visszaszedtem a tempóból. Tehát nagyon itt figyelni kell a fölfele futásnál is, hogy nem menjen ki a boka, viszont a terep részén lehet szerencsére gyorsan futni. A mezőnyből még a második Szabó Attila teljesítette egy órán belül 59 perc 54 másodperc alatt a távot. A győztes Judákhoz hasonlóan először indult a versenyen. Igazából ez csak így nagyjából besatszoltam, hogy ilyen egy óra környékét kéne menni, és akkor az még jó lehet valamire itt helyezésbe is, de igazából edzésnek, hogy egy órán belül meglegyen. A női mezőny abszolút legjobbja Pap Csilla lett, 1 óra 5 perc, 11 másodperces idővel, nem először végzett az első helyen. Szerintem ez végülis jó időnek mondható, csak még lefelé vagyok bátortalan, úgyhogy két fiú ott előzött meg, sajnos. De egyébként én már a fiúkkal versenyeztem, úgyhogy igyekeztem utolérni őket, de nem akartam lefelé úgymond szétveretni a lábamat, mert azért holnap is kell edzenem. Az abszolút mellett korosztályonként is értékelték a résztvevőket. A pontos eredmények a szervező Nagy Ese honlapján keresztül megtekinthetők az interneten.